az első tiszt repült, felszállt, és akkor most itt mutatom, de ott van a másikonon, és ide felszállás közben így le kellett hajolni, és óvatosan kinyitni a légkondinak a szelepeit, hogy legyen levegő az utasoknak. Pályafutását a 234-esen kezdte, de repült CRJ 200-ason és Airbus A330-ason is. Legtöbbet azonban a Boeing 737-es gép családon dolgozott. Az egyik leszállásod egy trópusi időjárásban zivatarok között van, a másik meg egy jégviharba, és a kettő között eltelt, mit tudom én, 5 óra. A malév után a világ számos országában repült, vállalt munkát közel-keleti, távol-keleti, indiai és afrikai légitársaságoknál. Sokszor izgalmas körülmények között dolgozott. Volt, ahol MIG-ek biztosították a megközelítést, másutt a légitársaság igencsak szabadon értelmezte a repülőgép üzemeltetési utasítását. A repülőgép elpattant a földtől, úgy rendesen. Ekkor jött az, hogy a pilóta vett egy mély levegőt valahogy így, hogy... Berzsenyi Gábor kapitány történetei a pilóta fülkéből. A 234-estől kezdve a 737-200-ason át a maxokig. Runway 3-val lesz, clear for takeoff, wind 320, divizet 9-11. Egyik kedvenc repülőgép típusáról mesél a látogatóknak Berzsenyi Gábor, aki kapitányként nagyjából 8000 órát gyűjtött az új generációs Boeing 737-eseken. Dolgozott a klasszik változatokon is, sőt repülte a Boeing 737-200-ast. Ez volt az első nyugati típusa a keleti blokk repülőgépei után a malévnél. 234-esről kerültem először a 737-200-asra, ami ennek a típusnak az ősének az őse. Tehát ha kinéznénk az ablakon, ott szemben a tűzoltóságnál látható az egyik olyan repülő, amivel repültem még, most már szegény, szét van bombázva. Ez az a hosszú szivarhajtóművű 737-es. Az első 737-200-asok a 80-as évek végén érkeztek meg a Malévhez. Jelentős mérföldkő volt ez a vállalat életében. A pilóták kiképzése Görögországban zajlott az Olympic Airways bázisán. Akkoriban a sajtó is nagy figyelmet szentelt az első nyugati repülőgépeknek, sokszor valóságos csodaként emlegetve őket. Holott a 200-asok majdnem ugyanolyan hangosak voltak, mint a 234-esek, sőt hasonló füstös felszállásokat tudtak produkálni. A hatékonyságuk azonban megkérdőjelezhetetlen volt. Pont ebből írtam a szakdolgozatomat a főiskolán. Egy összehasonlító elemzés volt a szárnyon elhelyezett hajtóművek és a törzsön elhelyezett hajtóművek között, és hát alapértelmezésben a 234-est vetettem össze a 737-200-assal. Az érdekessége az, amit mondtál, hogy a hajtómű. Mindenki azt gondolta, hogy a hajtómű a nagy különbség. Valójában a hajtómű tolóereje nagyjából ugyanannyi, mint a 234-esé. A fogyasztása is nagyjából ugyanannyi, mint a 234-esé. A repülőgép üres súlya is nagyjából ugyanannyi, mint a 234-esé. Míg a 737-200-asba 110 utas tud beülni némi áruval, megspékelve, a 234-esbe 68 áru nélkül. Tehát a különbség végül is nem a hajtóműből származik, amit aztán bizonyított az is, amikor hozzávettem az összehasonlításhoz a DC-9-est. És a DC-9-es nagyon hasonló paramétereket mutatott a 737-eshez, persze kisebb eltérésekkel, de lényegesen jobbakat a 234-esnél. A 737-es típus családot a 60-as évek közepén kezdte fejleszteni a Boeing gyár. Az első példány 1967-ben emelkedett a magasba. Az első változat rövid törzsének köszönhetően meglehetősen tömzsi volt. A 60-70 férőhelyes gépet malacpersejnek becézték. Viszonylag hamar megindult a nagyobb 200-as változat gyártása, ami már 100 utas szállítására volt alkalmas. A 70-es évek elején már számos légitársaságnál repültek ezek a gépek, és ami igazi különlegesség, néhány vállalat még mindig dolgozik ilyen matuzsálemekkel, ráadásul meglehetősen zord időjárású helyeken, Kanadában, Alaszkában, a Sarkör környékén. Szétüthetetlen repülőgép, tehát
a hajtóműve is nagyon sokat ír, bár ezek a modern hajtóművek is, de kétség kívül ezek a repülőgépek, ugye szárnyprofil sokkal érzékenyebb, ugye ez egy hegyes szárnyprofil, amiben most ülünk, ennek a repülőgépnek a szárnya. A 737-200-as, de még az előző, amit manapság klassziknak hívnak, az is a hagyományosabb szárnyprofil, ami nem annyira érzékeny, például a jegesedésre, a csapadékra, egyebekre. Ezért is gondolom, hogy ott jobban tudják használni. Meg hát ezek a repülőgépek ma már lényegesen olcsóbbak. Itt csak az alkatrész kerül pénzbe, maga a repülőgép nem. Tehát egy ilyen repülőgépet üzemeltetni ilyen sarkköri körülmények között valószínűleg lényegesen olcsóbb, mint egy ilyen nagyon drága repülőgépet, amihez aztán utána szintén kell az alkatrész, különösen ilyen rettenetes szélsőséges időjárási körülmények között. Berzsenyi Gábor nem csak Boeingokon repült, hanem annak idején a CRJ-200-asokon és Airbuson is, ráadásul széles törzsű A330-ason. Volt pár év a karrierje során, amikor Ománban az Oman Airnél dolgozott. Én nagyon szerettem repülni az Airbuson is. Ez is egy kezes bárány. Tehát jó, ott van az a joystick, amit ugye most az összes Airbus pilóta rögtön kiakad, mert a side stick és nem joystick. De hát a repülőgép attól pontosan ugyanúgy és ugyanolyan szépen repülhető, mint a Boeing. Ráadásul nekünk a Boeingen gyakorlatilag ugyanazok a komputerek megvannak, amik nekik. Azt szokták mondani, hogy az Airbuson annyival több komputer van, hogy ott még a WC lehúzó gomb nyomás, akkor is egy komputert indítunk, ahelyett, hogy egy villanymotort kapcsolna be. Most félretéve a viccet, valóban ebben is megvannak a komputerek, és az is nagyon jól kezelhető. A filozófiája a két flight management komputernek persze teljesen más. Vannak lényeges különbségek, és ez okoz némi nehézséget átüléskor egy pár hétig, hónapig. Aztán utána megszokja az ember. Aztán utána ugyanúgy repülhető, ugyanúgy kezes bárány, illetve ugyanúgy tud rakoncátlankodni egyik is, mint a másik. Én nem gondolnám, hogy olyan nagyon nagy különbség lenne. Van, de nem abból a szempontból, hogy jaj, az egyik jó, a másik meg rossz. Én szerettem repülni a 234-essel is, és arról aztán nem volt elmondható, hogy ez egy kezes bárány lenne, és mégis nagyon jó volt vele repülni, és nagyon szeretek rá visszaemlékezni. Jó volt a 200-assal is, az A330-assal is, meg a Max-szal is. Ez pedig már az Aeropark, ahol a kapitány első típusára igyekszünk, irány a 234-es fedélzete. Berzsenyi Gábor számára a Ferihegyi Múzeumban látható LB elemér nem csupán egy kiállítási tárgy. Ez a gép még bőven repült a Malé flottájában, amikor ő kezdő pilótaként a vállalathoz került. Első nagygépes típusod. Így van. És még az üvegezett orrú is megvolt ezek közül? Hajjaj, konkrétan az LB elemér is, amiben ülünk. Ez meg azért volt szép, mert ennek még sugárfordítója sem volt. Viszont volt ejtőernyője. Ejtőernyője, jaj, most biztos mindenki felháborodik, aki ezen a típuson repült, mert fékernyője volt, nem ejtőernyője nyilván. Itt a típuson mi is meg tudjuk mutatni, ott van hátul összecsomagolva, vagy hogy igen, nézett ki. Törzslek hátsó részében volt egy rekesz, oda kellett ezt beszerelni. Így van, így van. És most hirtelen a gombot keresem, hogy hol kellett eldobni. Én nem dobtam, személy szerint, mert én a másik oldalon ültem akkor. Ez a kapitány joga volt. Így van. Hát meg lehetőségen, ott nem tudtál dobni. 80-as évek közepén járunk. 85, igen. És te akkor kerültél erre a típusra, az egy ilyen nagy szó volt. 85-ben végeztem a főiskolán, és kerültem a Malévhoz. És igen, elég nagy szó volt. Hárman kerültünk az évfolyamunkról a Malévhoz, persze. Azt is hozzá kell tenni, hogy akkor azért a mezőgazdasági repülésnek sokkal nagyobb ázsiója volt, mint mondjuk manapság, mert nagyon, nagyon jó pénzt lehetett keresni, és gyakorlatilag azonnal. A Manévnál, amikor én elhelyezkedtem, akkor kezdő fizetésként 2500 vagy 3500 forintot kaptam, pontosan 1000 forinttal kevesebbet, mint a velem együtt
elhelyezkedő feleségem, aki tanítónőként helyezkedett el Budapesten. Kezdő tanítónő, kezdő pilóta, 1000-essel többet keresett. És hát azért a kollégáink, akik mezőgazdaságba mentek, azok teljesen más kategóriába mozogtak az első pillanattól kezdve. Akár nevetségtárgyát is képeztük. Aztán, amikor bezárták a MÉM repülőgépes szolgálatot, akkor azért fordult egy kicsit a kocka, és nagyon sajnálom, hogy bezárták, tehát nem győzem hangsúlyozni, hiszen egy komplett ágazat került ezzel végveszélybe, de hát megváltozott minden akkortájt Magyarországon, ugye? Megszűntek a mezőgazdasági szövetkezetek, a nagy parcellák, az emberek nem tudták kifizetni a légi permetezést, vagy a légi műtrágyázást. Hiába lett volna fajlagosan olcsóbb, de nem volt akkor a tábla, ahol ezt megérje csinálni. Ennyi típussal a háta mögött azt mondja, gyönyörű repülőgép a 234-es, de pilóta barátnak alig ha nevezhető. Kezdve azzal, hogy ott lent a jobb oldali sarokba, ha oda lefordítod a kormány alá a képet, ott van a légkondi panel, és most képzeld el azt, hogy úgy kellett felszállni, hogy a légkondicionáló ki volt kapcsolva, és mondjuk az első tiszt repült, felszállt, és akkor most itt mutatom, de ott van a másikon, és ide felszállás közben így le kellett hajolni, és óvatosan kinyitni a légkondinak a szelepeit, hogy legyen levegő az utasoknak. És nincs szervó, mondjuk nem is tud meghibásodni, tehát nem egy pilóta barát szerkezet, de nagyon jó volt vele repülni. Nagyon-nagyon jó volt vele repülni. Tehát ha megnézed ezt a kormányt, ez egy ekkora, tehát így mutatom, ez egy ekkora kormány, mondjuk a Boeingé meg ekkora, de nem is kell nagyobb. Tehát bele kellett kapaszkodni abba a kormányba rendesen, hogy forduljál vele. De jó volt. Jó volt. Szerettem vele repülni. Szerintem mindenki szerette a 34-est, aki ezen a típuson repült. Az, hogy munkásgép volt, pláne így napjainkból visszatekintve, az úgy a képességekhez, készségekhez sokat hozzáadott? Tehát teljesen más volt, mint a mai dolgok, amikor egy tévéképernyő fölrajzolja neked a térképet, a térképen a pontot, a repülőgépet, és most innen ide repülünk. Tehát ezt neked fejben, agyban kellett leképezni, hogyha itt vagyok én, ott van a VOR-adó, ilyen irányon repülök, ilyen szöget mutat, akkor itt vagyok. És akkor a másik VOR, meg a távolság adta a pozíciót. És ezt fejben te elhelyezted egy fejben lévő térképhez. Persze volt térkép, ott lent a navigátornál, aki persze segített, de ő is fejből állította elő azt a képet, ami ma ott van előttünk a képernyőn. Akkoriban még ekipázsok, állandó személyzetek dolgoztak a fedélzeten. Egy csoportban egy kapitány és két első tiszt szolgálta ki a gépet. Az üvegezett orrkúp mögött volt a navigátori pozíció, amit a másodpilóták felváltva használtak. Egyik úton navigátorként, a másikon másodpilótaként repültek. Egyik szárát annak a járatnak a kapitány repülte, a másik szárát meg az első tiszt. És a következő járaton cseréltek. És aki első tiszt volt, ment le navigálni. És ugyanígy, egyik szakaszt a kapitány repült, tehát a kapitány mindig, minden járaton repült legalább egy szakaszt, az első tisztek azok két járatból repültek egy szakaszt. Milyen volt ott lent dolgozni az ördöglyukban? Érdekes volt, és szép volt egyúttal. Én győri gyerek vagyok, és amikor mentünk nyugat felé, már amikor közelítettünk a Győr Vórhoz, én már fogtam, hátralöktem a navigátorülést, magamhoz vettem a mikrofont, és kihasaltam oda az ablakba, és nézelődtem lefelé, és kerestem az utcát, és hát igen, sokszor jutott eszembe, hogy ki gépen száll fölébe című sorok, de nekem akkor sem volt térkép, csak térkép etály.
Berzsenyi Gábor azon pilóták közé tartozik, akik a világ számos országában kipróbálták magukat. A malév után a Ryanairnél vállalt munkát, a brit bázisokon akkor uralkodó körülmények és hangulat miatt azonban úgy döntött, hogy másút próbálkozik. Jött India. Először fölvettek első körben a SpiceJethez, és képzeld el, hogy az a főpilóta, aki a SpiceJethez felvételiztetett, vártam a SpiceJetnél, hogy mikor mehetek ki, fölvettek, de nem jött meg a Boeingjük, várták a repülőgépet, és nem jött. Közben fölvettek az Oman Airhez, elkezdtem repülni az Oman Airnél, alig repültem valamennyit, amikor egyszer csak összetalálkoztam Captain Dillonnal, azzal a Captain Dillonnal, aki felvett a SpiceJethez, és jött oda az Oman Airhez is repülni. Tehát igen, érdekes történet volt. Ott repültem elég sokat, nagyon jól éreztem magam Ománban, nagyon szuper volt. Sokat is repültünk, jókat is. Meg is szerettem a helyzetet. Aztán hát jöttek családi problémák, aminek az lett a vége, hogy el kellett jönnöm Ománból. És hazajöttem, addigra már eléggé beteg is voltam, mert a stressz az nem tesz jót, egy hosszú távú stressz hatás az embernek, meg úgy minden összejött egyszerre. Aztán nagyjából rendbe jöttem, akkor fölvettek a Turkish Airlineshoz, végigmentem az ötnapos felvételükön, minden rendben volt, majd az utolsó, a légitársaság biztosító társasági orvosával kellett egy ilyen beszélgetést, majd ott ő mondja, hogy hát valamit látnak itt egy ultrahangon, és most vissza kell mennem a kórházba egy ultrahangra. Jó, hát visszamentem a kórházba egy ultrahangra, ahol egy ilyen körülbelül 26 és fél éves hölgy meg ultrahangozott, és közölte, hogy hát Captain magának húgyhólyagrákja van, és hogy akkor megoperálja. És mondtam, hogy oké, és ki fogja fizetni? Mert ugye a biztosító társaság már azon problémázott, hogy most akkor mi, hogyan, merre, hány méter? Hát majd a biztosító társaság. Hát a biztosító társaság nem. Hát akkor fizessem ki én. Aha, de hát nekem van biztosításom Magyarországon, és hogyha húgyhólyagrákom van, majd ők elintézik. Na de hát az úgy nem jó. Aztán végül megegyeztünk, hogy jó, akkor hazamegyek, és megvizsgálnak Magyarországon, kiküldik az eredményt, és akkor... Okay. Itthon aztán pillanatok alatt kiderült, hogy semmiféle daganatos betegség nincs. Mindössze egy kisebb gyulladás okozta az elváltozást, ami egy egyhetes antibiotikumos kezeléssel megszűnt. A kapitány jelezte ezt a török cégnek, ahonnan nem sokkal később végül azt a választ kapta, hogy meggondolták magukat. Ekkor viszont feltűnt a láthatáron egy afganisztáni munka lehetőség. És hát majdnem el is mentünk egy haverommal, a villámmal Kabulba, de... Végül is a család azt mondta, hogy nem mész sehova. És pont. És akkor ennyi lett a Kabulnak. Viszont kimentünk Indonéziába, mert ott úgy hallottuk, hogy a e-mailekre nem nagyon válaszolnak, és tényleg nem válaszoltak. Viszont, hogyha bezörgetünk az irodába, akkor meg fölvesznek. És kimentünk, bezörgettünk, és fölvettek. és akkor így kerültem a Lion Airhez, ahol repültem egy évet, de hát elég lehangoló élményeim vannak, és... Szakmailag? Szakmai szempontból? Pilóta szempontból? Igen, tudom mondani, hogy szakmai szempontból. Elég távol áll tőlük a szakmaiság, mint olyan. A kapitány, ahogy elkezdett repülni a távol-keleti cégnél, egyre több furcsaságra lett figyelmes. Például arra, hogy igencsak szabadon értelmezik az üzemeltetési utasításokat a személyzet tagjai. Az üzemeltetési utasításban például a training manualben le van írva, hogy kell csinálni egy leszállást. Ők ezt az egészet átszerkesztették, mert hogy attól féltek, hogy ugye a 900-asokkal repültek, ami egy sokkal hosszabb törzsű repülő, még a 800-asnál is hosszabb, így sokkal könnyebben következik be az úgynevezett tail strike, vagyis hogy leszállás közben, vagy felszállás közben végig a repülőgép leteszi a seggét a földre. Ennek sok minden oka lehet, de ő náluk egy olyan dolog volt, amit ők kitaláltak, hogy azt úgy kell csinálni a leszállást, hogy normálisan a repülőgépet ugye kilebegtetjük, húzzuk a kormányt föl, és szépen oda vezetjük a földhöz, és gurul a repülőgép. Na most ők ezt úgy gondolták, hogy ha húzzuk a kormányt fölfelé, akkor a gép törzse egy nagyobb állásszöget vesz fel, és leér a
900-asnak a törzse, de hát le volt írva a Boeing menüelbe, hogy hogyan kell azt csinálni, és nagyon jól meg van csinálva az a repülő, tehát igazándiból én direkt kipróbáltam, nem egyszer, hogy addig húztam, egyetlen egy módon lehetett volna lehúzni, ha hirtelen hasra húzom. De ha szép lassan húzom el, ahogy kopik a sebesség, és nem trimmel hozzá valaki, akkor egyszerűen, ahogy elkopik a sebesség, úgy elkopik az a felhajt, vagy lehajtó erő, ami a viszintes vezérsíkon nyomná lefelé a repülőgép farkát, és egyszerűen szépen leszáll a repülő, úgyhogy teljesen hasra van húzva, a 900-as is, és nem tudom letenni a gép farkát. Ehhez képest ők gázt adtak a földet. Ehhez képest ők letiltották, hogy nem szabad húzni a kormányt, hanem egy földetérés előtt hirtelen gázadással, ugye azt érik el, hogy ahogy felpörög a hajtómű lent van a repülőgép súlypontjához képest, és ez egy felemeli a géporrát. Innentől kezdve nem pontosan értem a logikájukat, hiszen ugyanúgy feljön a géporra. Majd lerántja a gázkart, és hogyha mindezt jó ütemben csinálja, kétségkívül lehetett gurításos leszállásokat csinálni. Hogy szépet, azt azért nem mondanám, mert egyébként amikor lerántja a gázkart, akkor a gázkar lejön, de a hajtómű még pörög, a lendülete még tolja. És közben rövid pályákra mentünk leszállni, és nem is tudott reverzet húzni, mert amíg nem esett le a fordulat egy bizonyos értéken, addig nem engedi a reverzet felhúzni. És közben meg tolja előre a repülőgépet, mindezt a rövid pályán. Valahogy de nem kéne állni. De nem is ez okozta a fő problémát. A fő problémát az okozta, hogyha ez az ütem egy kicsit elcsúszott, a gázadás üteme, vagy a gázlevétel üteme, a gép neki ütközött a földnek, mivel a gázkar elől volt, ahhoz, hogy a grand spoilerek kijöjjenek, annak van néhány feltétele. Egy, hogy a rugóstak be legyen rugózva, tehát hogy földön legyen a repülőgép, a kerék felpörögjön, és a gázkar alapon legyen. De mivel nem volt a gázkar alapon, ezért nem jött ki a grand spoiler, viszont a rugóstag jól berugózott, a felhajtó erő megmaradt a szárnyon, és a repülőgép elpattant a földtől, úgy rendesen. És ekkor jött az, hogy a pilóta vett egy mély levegőt valahogy így, hogy lehúzta a gázt. Ebben a pillanatban az történt, hogy a lengés csillapító még nem engedte kirugózni a rugóstagot, tehát be volt rugózva. A kerék pörgött, és a gázkar alapon volt. Erre mit mondott a Boeing? Földön vagyunk, puff, kicsapta a grand spoilereket. Az árablásrontókat a szárny felső részén? Igen, a szárny felső részén lévő, de ez egy igen nagy felületű, tehát ez a grand spoiler. Tehát a levegőben ennek a tört részét lehet kinyitni, és ez a gépnek egy végképp nagy, a gépórát emelő nyomaték keletkezik, ráadásul megszűnik a felhajtóerő, és a gép elkezd zuhanni lefelé, mire ilyetében megrántja a kormányt, és végképp lent van a gép törzse, de úgy, hogy évente 2-3 gépet totálra töltek, tehát használhatatlanná váltak, és másik 6-8-at az csak úgy csúcs-csúcs. Tehát a dolog végeredménye az ez lett, és hát volt egy szimulátor, amin hát folytattunk beszélgetést a szimulátor vizsgáztatóval, aminek az lett a végeredménye, hogy behívattak a központba, hogy bocsánatot kell kérjek a vizsgáztatótól, mert különben kirúgnak, és akkor így számoltam, aha, tehát most van egy hónap ahhoz, hogy meglegyen az egyéves bónuszom, tehát mi a telefonszáma, ott előttük felhívtam, és mondtam neki, hogy sorry, goodbye, puk, letettem, és akkor maradtam egy hónapig, megkaptam az egyhavi fizetésemet, megkaptam az éves bónuszomat, kiirattam magam betegszabadságra, és eljöttem haza. Illetve pontosabban már közben volt két ajánlatom, az egyik Indiából, a másik az Nigériából, az Arikértől. És hát mivel az Arikér egy hónap, tehát egy hónap munka, egy hónap szabad és 12 havi fizetés, ez olyan elég királyosnak tűnt, és el is mentem, és jó is volt. Csináltam ott berepüléseket, jó, sok mindent, nagyon, nagyon jó volt, de voltak olyan szálláshelyek, ahol
ahol rettenetes, tényleg rettenetes állapotok voltak, és be is kaptam nem egy, de egy nagyon súlyos fertőzést, ezt a légionárius felső légúti őrületet. Úgyhogy haza is kellett jönnöm egy időre, aztán utána folytattam, és hát végül a kaput azt tette be, amikor 4 hónap fizetéssel tartoztak. Tehát... És akkor még tegyük hozzá a környezethez, hogy pont említetted itt, mielőtt feljöttünk a gépre, hogy azért volt ott némi Boko Haram. Igen, ez elég rendesen működött, és voltak olyan desztinációk ott országon belül, fönt északon, a Szahara szélén, illetve hát már a Szaharában részben, hogy amikor mentünk oda leszállni, akkor felszálltak a MiG-21-esek, és azok biztosították ott a terepet, hogy nehogy valaki valamilyen elindítson egy városindíthatóról valamit. Okossággal valamit elindítson, és akkor leszálltunk, a MiG-21-esek. Mielőtt felszálltak a MiG-21-esek. Szóval azért ez nem volt teljesen léleknyugtató. Berzsenyi Gábor ezt követően a Travel Service-nél, illetve később a Smartwings-nél kezdett repülni. Nyáron európai charterjáratokat teljesítve, télen pedig a világ azon részein dolgozva, ahol épp szükség volt rájuk. Hol Kanadában, hol a Távol-Keleten. Hol nem jártam? Hát jó, persze közben turistáskodtam is, és úgy is megfordultam néhány helyen, néhány kontinensen, de például az Antarktisz az kimaradt. Akkor Ausztrália, Új-Zéland kimaradt, és úgy nagyjából ennyi. Torontóból, a fagyból, jégből lemenni Karibba, Mexikóba, a Csendes-óceán partjára, akkor a Karib-térségbe, mindenhova gyakorlatilag, nem semmi. Tehát azok olyan élmények, még azzal együtt is, hogyha ott azért nem volt nekünk arra időnk, hogy strand, meg ilyesmi, de maga a látvány, a hangulat, az érzés, és nagyon jókat repültünk ott. És azért azok az időjárási körülmények, hogy az egyik leszállásod egy trópusi időjárásban zivatarok között van, a másik meg egy jégviharba, és a kettő között eltelt, mit tudom én, 5 óra. Ha nem szeretnél lemaradni a további repülős tartalmakról és repülős videókról, akkor csatlakozz a követőink táborához. Ha pedig támogatnád az Aeroparkban kiállított történelmi repülőgépek újjászületését, megújulását, kérjük, keresd fel a videó alatti leírásban található támogatói felületeket. Runway 3-1 left, clear for takeoff, wind 320 degrees at 9 knots.